Kusziácint írta a következő hozzászólást, én is kérnék egy kis ajánlást. Na nézzük meg akkor a profilját. Szóval a profilja a Powdery Anchory 5 névre hallgat, 290-es szintű, több mint 2000 trófeával és 23 platinával. Ez már is egy szép teljesítmény. Egy éve kezdte a trófeázgatást, mert az első trófeája az Astros Playroom volt. Ezek alapján PS5-ön kezdte a játszást, de úgy tűnik visszatér a PS4-re, ugye a Bloodborne az oda exkluzív, és ez volt az első platinája. Hát ez már is egy tisztelet. Játszott még a Crash 4-jel, God of War, Ratchet & Clank, Assassin's Creed, Nioh, Dexter, Nioh 2, és a leggyorsabb és legutóbbi platinája az a Cat Quest játék volt. Erről a játékról hallottam dolgokat, úgy hallottam, hogy ez a széria már egy trilógiává bővült, és egyszerű, de nagyszerű trófea vadászatos játékok. 10-15 óra egy játék maxolása, és szerintem jó, úgyhogy már is itt egy mini ajánlás, hogy folytathatod, ha tetszik még a Cat Quest játék. De jelenleg a Black Myth Wukong, a GTA San Andreas, meg a Roblox és a Jack 3, ezek a szeptemberi játékai, és a Cat Quest volt legutóbb, ugye hát éppen augusztus 31-én. De aztán vannak még ritka trófeái is, ami az Anno 1800 játékból, az Ark Survival Ascendedből, és a Crash Bandicoot harmadik játékából, a Warpból származnak, a legritkább trófeája 6,42%-os. És itt vettem észre egy dolgot. Az a dolog pedig nem más, mint az ultra ritka trófeák. Úgy tűnik még nincsen neki egy se, ami nem gond. Ehhez kapcsolódik az ajánlásom, hogy próbáljuk megérezni, hogy milyen egy olyan trófeának a megszerzése, ami ultra ritka, és ez azért lehet, mert elég nehéz. A profilodon úgy láttam, hogy 11 trófea már megvan a 32-ből, és márciusban játszottad utoljára az Ark Survival Ascended című játékot, amiről én annyit hallottam, hogy ilyen dínos, túlélős, kalandozós, de az viszont itt a statisztikában igaz, hogy 100%-ra teljesíteni ezt a játékot 201 embernek sikerült. Szóval, hogyha tényleg akarsz kalandozni a nehézségek világába, akkor lehet, hogy ez nehéz. Én még nem ismerem annyira a játékot, de amik itt hiányoznak az, hogy akkor szelidíts be azokat az élő lényeket, érd el a beta szint, gamma szint, alfa szint, szerezd meg személyesen az artefaktokat, maximum szintet elérni, 100%-olás, és hogyha tényleg olyan gazdag ez a játék, mint amilyennek kívülről tűnik, akkor ez tényleg sok időt igénybe vehet. De ahogy itt a PlayStation ugye mutatja, hogy hol tartasz, mennyire mentél előre, azért vannak előre haladásaid több trófeán belül is. Szóval, hogyha tényleg érdekel a játék, és tetszik is, akkor ha ultra ritka trófeákat szeretnél, akkor itt van lehetőség, ahogy látod a platina is az, de itt még van ezüst, bronz és arany trófeák is, amik ultra ritkák. Aztán lenne itt még egy másik ajánlásom is, ami ahhoz kapcsolódik, hogy a profilképet Kratos a God of War-ból. És ahogy rákeresek a játékaidra, 6 God of War játék van neked itt, és amit látok, hogy a God of War 1 az platinázva, 4, majdnem 5 nap alatt, a God of War 3 2 nap és 1 óra, a God of War 2 az nincsen platinázva 28-35-ből, Ragnarok 38-48-ból, Ascension 1, God of War 2018 7-37-ből, szóval én azt mondanám, hogy a modern öreg Kratos, ha ott van az avatárod között, akkor valamelyik játékot platinázzuk már ki. Nem tudom, hogy nem tetszette a 2018-as, hogy 7 darab trófeánál megálltál, de az biztos, hogy a Ragnarok játékból már nincs sok hátra. Ugye ott van a Valhalla DLC is, de ugye neked az alapjátékba nem hiányzik csak egy trófea, és akkor megkapod a platinát. Tehát az az egy trófea pedig az összes artefakt összegyűjtés,
kezelése. Na hát ez egy kicsit ugye melós lehet, de hogyha megnézzük az útmutatót, akkor azt írja, én még csak a 2018-assal játszottam, úgyhogy itt az útmutatóból tájékozódva 38 artifakt van a térképen elszórva, és mindet össze kell gyűjteni. Vannak itt térképek, vannak itt leírások, tehát meg lehet szerezni, itt sorba össze vannak szedve. Artifakt 1, artifakt 2, 3, 4. Hát ugye, ha azt mondod magadnak, hogy oké, minden nap megnézel mondjuk 5 helyet, akkor hát pár nap alatt el tudod érni, de hogyha ugye van lehetőség arra, hogy a játékon belül mutassa, hogy melyik van meg, akkor szerintem gyorsabban meg tudod szerezni ezeket a gyűjteni valókat, és büszkévé teheted Kratos papát. Na, köszi szépen, hogy itt voltál, és hogy itt voltatok. Ha szeretnéd, hogy megnézzem a te PS profilodat, akkor tedd le a hozzászólásba a PS nevedet, és megnézhetjük. Találkozunk legközelebb.